Szente Vajk és Nagy Sándor a Legény Búcsú című előadásban léptek színpadra a Vidor Fesztiválon. A vígjátékban, amelyet Szente Vajk írt, rendezett, és az egyik főszerepet is alakítja, két jó barátot játszanak a művészek. A Bencsvilla közönségének most azt is elmesélték, hogy ez a valóságban is így van, hiszen 15 évvel ezelőtt barátkoztak össze. Szente Vajkot jól ismerik a nyíregyházi nézők, mivel olyan nagyszerű előadásokat rendezett itt, mint például a Hello Dolly vagy a 9 tölötig. A Bench azt is megtudhatták róla, hogy filmesztétikából diplomázott, és jobban érdekli a rendezés, mint a színészet. Rendezői munkáját a következő évadban a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban is gyakorolja majd, mivel néhány nappal ezelőtt nevezték ki a teátrum főrendezőjévé. Az új évad számára több bebutatóval indul. Egy kényszer szünet után vagyunk a színházi szegmensben, így aztán sokunknak elmaradtak bemutatói, nekem kettő is. Szeptember 19-én fogok pótolni egyet, egy 9 5 című műzikát, amit tulajdonképpen az első bemutatóját Magyarországon itt tartottuk Nyíregyházan. Most a József Attila színházban kerül színre, azzal már készen vagyok, és tulajdonképpen célegyenesben Hagytuk abba a Mester és margarita az állami operaházzal. Ez egy nagyon komoly, nagyszabású kortárs opera rengeteg szereplővel, és egy nagyon bonyolult szerkezetű előadást készítettem, utolsó két nap hiányzott, és november 5-én fogjuk ezt pótolni, és egyébként pedig a saját menetében augusztus 20-án megvolt az előbemutatója a Puskásnak, azzal elkezdünk vidéken is játszani. Nagy Sándor fényes litke szülötte, kisvárdán járt gimnáziumba, és akkor még papnak vagy orvosnak készült. Szerinte a színész munkájában ötvöződik ez a két hivatás, hiszen az előadásokkal az utóbbi is a lelket ápolja. Szente Vajk elmondta barátjáról, hogy az egyik legfoglalkoztatottabb magyar színész. A meglévő előadások mellett, ami, ami nem kevés, azt hiszem, hogy 15 vagy 16 előadás, vagy fajta darab, amellett fölkértek, hogy a Plegykafészek című vígjáték után rendezzek egy új darabot Veresegyházon, és nekem ez egy ilyen próbálkozás, mint, mint rendezés, és most a Black Comedy-t kezdtük el próbálni, amivel most leálltunk, és majd most ö, októbertől fogjuk folytatni, és egy november végében mutató lesz, illetve a játék színben a Nagyvárosi Fények című Chaplinről szóló, vagy Chaplin főszereplésével csináljuk meg egy néma előadás lesz, amiben én magam leszek Chaplin, ha minden igaz, és a Vajk fogja rendezni. A szombaton záruló Vidor-fesztiválon a Móri Zsigmond Színházban fellép a Madács Színház és a Centrál Színház, a Rózsakert Szabadtéri Színpadon pedig a Budapest Bárt és a Like a Rolling Stone koncertet láthatják a nézők. A Koltai Robert vezette zsűri a hétvégén dönt a fesztivál díjairól.